Mosolyogva beszélt szemerei nép aki Klaudia Kecskemét Fideszes polgármestere, a helyi Naiman János Egyetem működtetését átvevő alapítvány vezetőségének tavaly júliusban. A Kecskeméti Egyetemnek tavaly nyáróta nem az állam, hanem egy vagyonkezelő alapítványa fenntartója. Erről a kormány döntött. Eljutottunk arra a pillanatra, hogy további bizalmat kaptunk mind a gazdasági szereplőktől, mind a hallgatóktól, mind pedig a kormányzati szereplőktől, hogy érdemes folytatni, érdemes ezt a munkát továbbvinni. A Momentum kiderítette, a polgármesternek személyesen is megéri folytatni a munkát. Bekerült ugyanis a fenntartó Alapítvány felügyelő bizottságába. Ezért pedig havi 1,6 millió forintos fizetést kap a milliós polgármesteri juttatása mellé. Csak hogy a kormány egy korábbi törvénymódosítása kizárja, hogy a polgármesterek más pozíciót is betöltsenek, és máshonnan is kapjanak fizetést. Szemereiné második állására és az onnan kapott fizetésére az idei vagyonnyilatkozatából derült fény, amit csak közérdekű orat adott ki a fideszes polgármester. A Momentum helyi képviselője és Szél független országgyűlési képviselő ezután fordultak a kormányhivatalhoz, hogy szüntessék meg az összeférhetetlenséget. Választ nem kaptak, de húsvét előtt egy nappal a kormány benyújtott egy újabb törvénymódosítást, amely egyetlen esetben engedni a polgármestereknek a másodállást, ha vagyonkezelő alapítványok kuratóriumában vagy felügyelő bizottságában tagok. Most a törvénytelen helyzetet törvényesítik. Szél Bernadett szerint ez a személyre szabott törvényhozás példája, de ha el is fogadják a módosítást, az eddigi helyzet akkor is törvénytelen volt, amiért szemerei Pataki Klaudiának felelnie kell. Nem létezik, hogy nem tudta, hogy ez nem törvényes, és most mit szándékozik tenni, tehát azt gondolom, hogy ő az, aki magyarázattal tartozik, és valamilyen módon ezt a helyzetet megnyugtatóan kellene rendeznie, amennyiben Fent kívánja tartani a politikai pozícióját, mint kecskemét vezetője. Kerestük a kormány, de érdemben nem válaszoltak a kérdéseinkre, ahogy a fideszes polgármester sem. Őt a Momentum arra szólította fel, hogy a nyolc hónap alatt felvett több mint 13 millió forintot fizesse vissza.